Sziasztok! Attila vagyok, a Rejtélyek Barlangok csatornáról, és a mostani videóban, hát így karácsony felé el kell mondanom egy-két személyes problémámat nektek, illetve hát ami ugye minket is érint, akik ugye nem vagyunk beoltva, meg azokat is, akik be vannak oltva. Szóval egy nagyon mocskos szemét jövő felé közeledünk. Nem akarom itt senkinek se elvenni a kedvét, de hát itt a jelekből ugye ezt lehet olvasni. És hát a pápa is azt mondta, hogy saját szavait idézem, hogy ez lesz az utolsó karácsony, mert az emberek szíve tele van gyűlölettel. Mondjuk ebben van valami, amit az öreg mondott, és annyiban megszívlelendő, hogy tényleg nem gyűlölködni kéne, meg újjal mutogatni a másikra, hogy most rajtad van maszk, rajtad nincs, meg te be vagy oltva, te nem. Tehát meg igazából sok ember életében egy dolog hiányzik. És ez az alázat. És csak egyszerű példákat mondok. Közel 3 éve zenélek, tehát van egy zenekarom, és elég sok emberkével zenéltem már együtt. Nem tartom magam profinak, de szeretem, amit csinálok, tehát szeretek zenélni. Egyébként basszusgitározom, meg énekelek, illetve próbálok, és jött ide olyan gitáros, akinek ilyen seggigérő haja volt, de hatalmas, óriási egója. Na most, ugye ezzel nem értettem egyet, meg nem értettünk egyet, nem jutottunk közös nevezőre. Tehát igazából lehetnek külsőségeid, de ha hiányzik belőled az alázat, a másik iránti tisztelet, akkor lószart se ér az egész. Akkor úgy se juttok közös nevezőre. Na most pont ilyen, elég kimenni az utcára, és rengeteg ilyen ember szaladgál, hogy nem tudja hova tenni ezt a fene nagy büszkeségét. És szerintem enélkül, a fene nagy büszkeség nélkül is lehetne élni. Normálisan élni. Na, szóval azért vezettem így fel a dolgokat, ugye ti nem tudjátok, de most elárulom nektek, hogy feleségemmel szerettünk volna gyermeket vállalni, viszont ennek ugye biológiai okai vannak, és nem jön össze. És akkor úgy döntöttünk, úgy határoztunk, hogy jó, akkor megpróbálkozunk az örökbefogadással. Igazából én voltam az, aki sokáig ezen gondolkozott, óckodott, hiszen mondtam, hogy saját gyerekkel. Nagy nehezen rászántam én is magam, rábólintottam a dologra, és elkezdtük. Először Budapesten kezdtük el, de mivel költözködtünk, tehát úgymond megyét váltottunk, tehát Pest megyéből átkerültünk Komárom-Esztergom megyébe, így ugye kiderült, hogy nincs értelme Budapesten elkezdeni, hanem Tatabányára kell nekünk menni, és ott kell elkezdeni ezt a gyerekprojektet. Na most szép és jó volt, el is indultunk, de azt hozzá kell tenni, hogy a budapesti találkozóra is, amire májusban került sor, hát várnunk kellett egész januártól, mire kaptunk időpontot. Itt a Tatabányai az már gyorsabban ment, itt tulajdonképpen olyan júliusban kértem időpontot, és hát adtak nekünk időpontot októberre. El is mentünk, beszéltünk az illetékes, gyámügyes emberkével, ez a Tegyesz nevezetű
állami, úgymond, hogy mondják ezt, mi a franc ez, na, tehát ilyen gyermekjóléti valami, megfelelt a ház az elvárásoknak, és utána átadott minket a pszichológusnak. Na most, hát a pszichológus egy vizsgálatot tartott, és beszélnünk kellett ugye mind a kettőnknek a gyerekkorunkról, arról, hogy mit szerettünk, mit nem szerettünk, szülőkről, családról, tehát sok minden ilyesmiről. Gyermekkori sérelmek is ugye szóba kerültek, tehát ilyenek. Na most azt rólam tudni kell, hogy engem 6 éves, 7 éves koromtól a nagyszülők neveltek, tehát anyám még szétváltak, és én az apám szüleihez kerültem, illetve hát mivel ott születtem abban a házban, így ott maradtam. Elmondtam, hogy visszahúzódó gyerek voltam, később, amikor kiártam ugye az iskolát, akkor elmentem tanulni, de ugye nem nagyon tűrtek meg az osztálytársak, akkor se úgy kiutáltak onnan maguk közül. Úgyhogy én sose vitáztam, sose provokáltam ilyen csínyeket, meg mindenféle ilyen dolgot, tehát én egy szerény gyerek voltam. Arról nem tehetek, hogy apám ivott, és hát abban az időszakban ugye ilyen zűrös dolgok voltak, hát ezért is váltak el szüleim. Itt megkérdezték, hogy milyen gyermeket szeretnénk, aztán nagyon utaltak itt arra, hogy mindegy, hogy milyen származású-e a gyerek. Hát én mondtam nekik, hogy végül is nekem mindegy, csak az a lényeg, hogy azért olyan fekete ne legyen, mint ott az a szekrény. Én ezzel nem mondtam semmi rosszat, én úgy gondolom, mert én olyan gyermeket szerettem volna örökbe fogadni a párommal, hogy ha mi megjelenünk valahol, akkor azért úgy viszonylag hasonlítson ránk, tehát ne az legyen, hogy úristen, ki ez a fekete gyerek, vagy most tök mindegy, most kínai se kellett volna, csak hogy értsétek, hogy miről van szó. Magyar gyerek, magyar szülőknek, kész, ennyi, nem kell ezen mit ragozni. És hát egy kicsit olyan rosszalóan néztek ránk, és na mindegy, az a lényeg, nem akarom ezt húzni. Megbuktunk a pszichológiai vizsgálaton, és elutasítottak minket. Azt mondták, hogy szülőnek nem vagyunk alkalmasak, mivel hogy nem tudunk önállóan döntést hozni. Ez volt az egyik, amin úgy kiakadtam, a másik pedig az, hogy nekem személy szerint nincsenek életcéljaim, én csak úgy vagyok. Tehát ez jött le a pszichológusnak. Na most kérdezzek én titeket. Könyveket írtam eddig, regényeket. Itt az egyik a hantológia, itt a másik a szemezgetés. Novellás könyvekről van szó. És még mutathatnám a barlangos könyvemet, de azt most nem tudom, hogy hol van, szóval barlangokat kutatok egész gyerekkorom óta. Ezeket a kutatásokat tudományosan végzem. YouTube-ozom is. Újságcikkeket írok a Hihetetlen magazinban. Közel 5 éve. Ezek magyarságról, régészetről, történelemről, barlangokról szólnak. Verseket írtam 13 éves koromtól, vagy 14 éves koromtól, egész napjainkig, dalszövegeket. Akkor kirándulok, túrázok, gyerekcsoportokat vittem kirándulni barlangba, előadásokat tartottam barlangokról, filmet készítettem, most ugye YouTube csatornát csinálok, és akkor nekem nincs életcélom. Ja, és akkor még ott van a zenekar, még azt is csinálom. Tehát saját zenekaromban. És akkor nekem nincsen életcélom. Tehát ezt kaptam meg azt, hogy nem vagyunk alkalmasak a gyereknevelésre. Holott
van már egy nagy felnőtt fiam. Szóval, én 4 év házasság után elváltam, mert volt, hogy egyedül kellett ellátnom az akkor 1 éves fiamat, mert a nejem eltűnt otthonról, és hát én akkor babáztam, akkor sok mindent megtettem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én nem vagyok alkalmas szülőnek. Tehát ez a pszichológus, ez egy nem normális, egy idióta, és meg is mondtam egyébként nekik, hogy nem értek egyet a döntéssel, ugyanis 300 kérdést kellett kitöltenünk, olyanokat, hogy féle ön a sötétben. Erre azt írtam, hogy nem, mert hát nem, tényleg nem félek. Hát egy barlangász féljen a sötétben, hát milyen vicces dolog lenne ez, na mindegy. És én tudom, hogy voltak ilyen mentális jellegű kérdések, meg ilyen életszerű politikai kérdések, tehát mindenféle volt. Olyanok is, hogy ha van egy társaság, és ott van egy emberke, aki ilyen disznó vicceket mesél, hogy akkor mi a reakcióm? Hát az attól függ, hogy mennyire jó a vicc. Ha tetszik, akkor persze, hogy röhögünk rajta, hát nyilvánvaló. Én nem ítélem el. Ennyi. Szóval mondtam nekik, hogy nem hiszem, hogy 300 kérdésből el lehet dönteni azt, hogy ki alkalmas szülőnek, főleg ilyen hülye kérdésekből. És egyébként is nem lehet egy alkalomból leszűrni azt, hogy két embert, na, ezeket megismertük. Nem. Egy alkalom erre kevés, hogy bárkit is kiismerjünk, meg megismerjünk. Egyértelmű volt a dolog, hogy minket ki akartak onnan ejteni. Én nekem tulajdonképpen ez jött le, úgyhogy szégyeljék magukat, ez a TEGYESZT nevezetű hivatalos gyámügyis iroda. A faszi, akivel előzőleg beszéltünk, az bennült a másik irodába, és ez a pszichológus nő bevitte oda a másik irodába a kérdéseket, tehát ilyen volt néhány kérdés így a gyerekkorból, meg ilyenek, és ezt bevitte a másik irodába, a faszihoz. Na az a lényeg, hogy mi ott ültünk, és hallottuk, hogy a feleségemet kiröhögték, mármint a fickó elkezdett röhögni, hogy hát ahogy ír, tehát hogy milyen gyerekes az írása. Na most szerintem ez sem volt fair a részükről, mert ők igenis azért vannak ott, hogy segítsenek, mi pedig nem kaptunk semmilyen ilyen segítséget a részükről. Konkrétan olyan volt az egész, mint egy ilyen cirkusz, egy ilyen színjáték. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mi már ott nem kaphatunk gyereket, tehát nem fogadhatunk örökbe, mert ez az egyetlen egy esélyünk volt, amit nem mi játszottunk el, én úgy gondolom, hanem ők. Az emberke szavaiból kivettem azt, hogy körülbelül 150 ügyfele van, tehát olyanok, akik mind örökbefogadásra várnak. Abba is belekötöttek egyébként, hogy miért 1-től 4 évesig akarunk gyereket kivenni, és miért nem újszülöttet például. Aztán ránk akartak sózni mindenféle betegséggel küzdő gyereket, hogy mit tudom én, hogyha ilyen szívbeteg, olyan tüdőbeteg, akkor mi van, ebben az esetben mi van. Mi mondtuk, hogy olyan betegségek, olyan kisebb alapbetegségekkel elfogadunk gyereket, tehát ez nekünk nem kizáró ok. De az, hogy milyen származású. Most ez úgy van, hogy ha én oda megyek, tehát én vagyok az ügyfél, akkor hadd döntsem el én, hogy mit szeretnék vállalni. Ezt ne ők döntsék el én helyettem, hogy én ezt kapjam, és fogjam be a szám. Tehát ez nem így működik. Most lehet, hogy hülye példa lesz, de hogyha elmegyek egy állatmenhelyre, és én vállalom azt, hogy na, kihozok onnan egy cicát,
akkor én vállalom azt, hogy igenis, én gondoskodom róla, tehát felnevelem, úgymond, és ott is én választok, tehát én döntöm el azt, hogy nekem melyik cica tetszik, melyik a szimpatikus. És gondolom, itt is így kellene, hogy történjen. Tehát ez az állami intézmény, ez a tatabányai tegyesz, ez tehet egy nagy szívességet nekem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind magatartásilag abszolút hiányzott belőlük a tolerancia és az emberség. És szégyeljék, mélyen szégyeljék magukat. Szeretnénk továbbra is gyermeket, de saját gyermeket, mivel hogy ez a dolog már nem jön össze, úgyhogy tisztában vagyunk vele, úgyhogy most tenni kell ez ellen, vagy ez ügyben. Tehát a maga természetes folyamatában. Oltatni meg nem fogjuk magunkat, már csak azért sem, mert ugye az oltóanyagban egyértelműen valami, hát nem az, hogy fogamzásgátló van, de biztos, hogy akinek beadják, az már nem nemzőképes. Úgyhogy ezt lehet hallani, ezt lehet olvasni, meg ugye ezek a tapasztalatok nagy részt. De azon kívül is rengeteg krónikus betegség oka lehet maga az oltás. És beszélnem kell sajnos egy szomorú dologról, anyám haláláról. Múltkor már utaltam rá nektek, hogy ugye kórházba került, és 16 kilót lefogyott, és hát rákot diagnosztizáltak nála a veséjén és a tüdején, ami sajnos kómába ejtette, majd teljesen elvitte. Hiába mondtam, hogy ne oltasd be magad. Mégis. Meg is osztottam azt a Facebookon, hogy ha van televíziód, akkor egy, vagy ha is ki az ablakon, kettő, vagy nézzél ilyen természetfilmeket, hogy Nat Geo, History, Discovery Channel, stb. Csatornákat, vagy akár YouTube-ot, mert nem mérgezik az agyadat ezzel a baromsággal. És sajnos nagyon sok embernek átmossák az agyát, meg mérgezik az agyát, a gondolkodását ezzel a felesleges oltás programmal. Sajnos itt tartunk most, hogy hát aki krónikus beteg, annak nem szabad beoltatnia magát. Ez az egyik. A másik az, hogy egy már meglévő alapbetegséget lehet, hogy felerősítenek ezek a szarok, mert én így hívom. Arról nem is beszél, hogy az immunrendszer teljesen tönkre teszik, lenullázzák. Erre vagy ráébredtek egyesek, vagy ráébrednek, vagy nem. Csak ennyit szerettem volna mondani nektek. Köszi, hogy megnéztétek a videót. Egyébként a videóban bemutatott könyvek kaphatóak, tehát akit érdekel a két regényem, akkor meg tudja rendelni. Itt lesz egy link majd a leírásban, és a hantológiát azt nálam lehet rendelni, viszont a másikat, a szemezgetés novellás kötetet, amelyek ilyen misztikus novellák. A hantológia meg egy vidám paródia, ilyen bűnügyi történetek, rengeteg humorral, azt nálam. Mind a kettőt leírom, a hantológiát azt Attila Barlangos néven rendelhetitek a Facebookon, vagy pedig
majd lesz egy e-mail cím is. Ha a videó tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, hozzászólni, stb. Sziasztok!